amikor legutoljára itt horgáztam Pintész Zoli barátommal a Dunán, akkor az volt a téma, hogy kis csalival ezen a nagy folyón milyen jó élményeket lehet szerezni. Aztán odahaza elkezdtük horgászcimborákkal ezt a témát körbejárni, hogy most igazából mi kell a sülőnek. Kis csali, nagy csali, mi az, amire odavág. Jó apropó volt erre Milán barátom, aki bár a Tiszán kezdett el horgászni, az elmúlt években Budapestre költözött, és tiszai gondolkodásmóddal kezdett el a Dunán halakat, sülőket kergetni. Majd meghívtam idén ősszel egy tiszai horgászatra, és már a kicsit megváltozott gondolkodásmódjával vágott bele ő is a sülőkergetésbe, és az első hal olyan volt, hogy azt hittem kidobom a csónakból. Mosoly! Nagyon nagy süllő, Peti. Talmos. Hozzad a merítőt. Dehogy nem. Azt a szentségét. Mióta horgászunk? Egy fél órája? Igen, körülbelül fél órája. Harmadik helyen álltunk meg, nap első kapása. Sikerült egy olyan helyet találni, ahol úgy néz ki, hogy nem a kisebbek vannak. Ellenben a nagyon nagyok. Olyan 5 kiló körüli. Vissza is engedjük. Várj sem ennyit! Szép volt. Köszi. Na most az az érdekes, hogy te a Tiszáról kerültél Pestre, a Dunára horgászni. Kicsi csalikkal mentél oda, és átváltottál a nagy méretet. Ez kicsi. Ez kicsi. Hát most ilyen hal van, akkor rakunk fel normális méretet. 9 centis csalik. 9 centis, de ez kicsi. Mi változott a gondolkodásmódodban, a süllőben? Hát az változott, hogy a 12-13 centis csali az nem nagy. Kilós süllő, 80 dekás, úgyhogy megfogom vele, be se fér a szájába, de megesz. A nagy halnak meg torkon van a 13 centis is. Az igen. Én itt terültetem ezeket a kicsike kis játékszereket, te meg oda tetted neki ezt a nagyot. Nagyot, hát ez a 9-es. Én is így kezdtem, hogy kicsiket dobt, vagy kicsiket, csalikat tettem fel, de megeszi a nagy. A Dunára hinni kell a nagy csaliban, mert ha eszik a hal, akkor tök mindegy mekkora a csali. 15 centist is torokra tudja venni. Ilyen halat hazai környezetben látva, egy ilyen gyönyörű süllő után az ember kicsit átértékeli a csali méret, csali szín, illetve a fogható halak méretének a hármasának az összhatását. Így feltöltöttem én is a ládámat, illetve a dobozokat nagyobb méretű csalikkal. Beszereztem én is ezt a 9 centiset, ami azóta adott is halat, valamint megjelentek ezek az igazán, az én szememben igazán nagy méretű kivitelek. Ezekről beszélek itt. Amiket el is kezdtem lelkesen dobálni, de aztán jön az, hogy hiába rakom fel ezeket a nagyokat, egyszerűen nincs rá kapás. Nagy valószínűséggel az adott hely sokkal jobban meghatározza azt, hogy milyen halat fogunk, mint a csali méret. Tehát, hogyha egy horgászhelyen, zömében ezek az 50-70-80 dekás süllők vannak, akkor ha mennyiséget szeretnénk fogni, és nem egy nagyra pályázunk, akkor a kisebb csalikat kell nekik felkínálni, és akkor jönnek előtérbe ezek a kisméretű csalik, amit hogyha mellé teszek ide a nagy testvér mellé, akkor azért látszik a különbség. Itt van a közepes méret. Kicsi, közepes, nagy. Kimentünk jó pár hétvégén sülőt kergetni a Tiszára. Általában elkezdtem a naggyal, kapásod nem sok volt. Majd ahogy láttam, hogy a horgászcimborák fogják ezekkel a kicsikkel, váltottam én is. És ráadásul feltettem ezt a kis csúnya pirosságot. Én ebben a piros színben nem nagyon hittem. Aztán felraktam, mondom, kipróbálom, egyet dobok. Kivágtam a kövezés mellé, mondom, legrosszabb esetben beszakad, kipróbáltam, nem fogok vele, kész. Aztán egy szép sülő csak lekérte. Felraktam egy kisméretű
de olyan színű csalit, amivel még sose horgáztam. És első dobásra lekérte ez. És hittek csak meg, hogy kéne belenézni a szájába. Te vagy ebbe szakértő, Peti. Jaj, na nézzünk bele. Á. Ott van. A Nevisnek az a piros sas színű gumihala. Folyóvízi horgászataink során sok mindenről beszéltünk már. Beszéltünk csalikról, színekről, méretekről. Szerintem egyik legfontosabb, hogy ahol ezt az adott színű, méretű csalit bedobjuk, ott legyen hal. Na most ez az egyik legfontosabb kérdés, ami azt jelenti, hogy a helykeresés az, amivel minden horgászatnak a sikerességét meg tudjuk alapozni. Sok-sok éve járom már a Dunát, azt gondoltam, hogy sok-sok helyet ismerek, viszont ezeket a helyeket nem igazán tudtam meghorgászni. Volt olyan hely, amit meg se próbáltam. Ezért örülök neki mindig, amikor egy vendéget elhozhatok magammal, és az én jól ismert helyeimet egy másik horgász által próbálom meghorgáztatni. Erre kiválóan alkalmas Takács Péter kollégám, aki a dunai horgászatot szereti, de nem igazán ismeri magukat, a helyeket, a helyeknek a jellegét. Úgyhogy most egy olyan helyen kötöttünk ki, ahol be tudjuk mutatni a dunai kövezést, a dunai bedőlt, fás hódok által kiépített helyet, és mögöttünk pedig egy olyan agyagpartot, amely szintén egyedi a Dunán, mert borzasztóan meredek, és ennek a meredeksége tovább folytatódik egészen a mederig. Hogy ebből mit akarok kihozni? A tegnapi nap rábíztam két horgásztársamra, Petire és Szabira, hogy ők mondják meg, hova üljünk le. Az én horgászterületemen olyan helyeket választottak, ahol én még eddig, megmondom őszintén, nem próbálkoztam. Kíváncsian vártam az eredményt, ami őket igazolta. Azért azt hozzá kell tenni, hogy olyan eső volt tegnap, hogy videózni nem nagyon mertünk, illetve csak fényképeket készítettünk a halakról, de az, amikor ott megálltunk ott a kövezés mellett, és a második dobásra kicsaptam onnan a nagy csülőt, körülbelül ugyanígy néztél. Nagyon szép volt. Nem ezt mondta tegnap. Hát megint elhívtunk hogy normális élményekben legyen már, egy normális méretű vízzel legyen neki olyan élménye, amit megemleget. Az a baj, az ilyesfajta tevékenységét mi szoktuk megemlegetni? Nagy gumival volt. Aha. Valami mondani való? Második dobás. Lecseg a vonal, ki kell, hogy kapcsoljam. A mai nap az viszont pont ugyanúgy indult, mint ahogy a tegnapi véget ért. Eső, 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 illetve süllők. Nem mutatkoztunk, annyira ma már csak ketten voltunk, de először nekem volt egy süllőm. Ahogy visszaengedtem, utána dobtál egyet első dobásra. Hát igen, fáraszthattál. De aztán úgy emlékszem, a tiéd ráadásul pici csalival jött. Az enyém az nagy csali volt, 9 centi, a tiéd az pici. Utána fogtam zárásnak én egy süllőt. Minden jó, ha a vége jó. Most legalább nem esik az eső. Szárazon pakolhatunk. Thank you.
kisebb, mint a tegnapiak. Mondhatni harmadakkora. De legalább nem esik az eső. És a múltkori kicsi csalik helyett most 9 centi. Zoli bácsi, nem őszinte a mosolyod, nem sok minden látszik az arcodból. Egy sátáni kacaj. És... Jaj, de szép. Na, ez már nagyobb bacska. Kicsit húz közelem. Mosolj! Most mosolyogsz? Igen. Jó van. Neked pedig... Egy kis méretű neonzöld gumival. Egy kicsi. Jó, lefotózzuk. Átálltunk egy új helyre. Kőnek a ráfolyó oldalát kezdtük el horgászni. Ez már megvan. Megkapókart kinyit. Na. Jajajajajajajaj. Ez már azért mutatós. És csali az. Nekem ez az egyik kedvenc színem ez a... Jaj. Hát ezt így magamhoz fogom ilyen parasztosan. Ez a neon zöld, varázsmákos színű nevízgumi. Ez most a közepes méret, azt hiszem 7,6 centi. 17 gram kellett itt, mert a sodrás azért már jóval erősebb. 3-0-ás Haldorado fej. És akkor nézzük ezt a szépséget. Na, nyisd ki. Ő már azért darabosabb. Na akkor, mi a helyzet a mérettel? Hát az életben sok területen van jelentőség a méretnek, még a horgászatban is, pláne, hogyha minden nagyobb süllőkről beszélünk. Roppantban örülök annak, hogy ezen a túrán, ezen a kis horgászaton meg tudtam fogni az év eddig legnagyobb süllőjét. Nem a rekordom, de ebben az évben a rekord az biztos. Fogtunk süllőt nagy csalival, fogtunk szép süllőt kis csalival. Tehát, ahogy az elején mondtad, az adott hely sokkal inkább eldönti azt, hogy milyen az a halméret, amit lehet fogni. Egy adott terület kis süllőket tart, kicsiket. Most egy kilósokról, kilós, másfél kilósokról beszélünk. Előfordult bónuszhal, de azért nem ez a gyakori. Viszont vannak olyan helyek, amit keresni kell, meg kell érte dolgozni, és lehet, hogy beadja az igazán nagy süllőt. Tehát összességében... Horgászni, horgászni, horgászni. Ennyi. Most viszont nem elázni és pakolni. Menjünk, mert talán nem ázunk el, le tudjuk venni a hajót. Egy élmény volt.